Ha én vagyok minden álmod, gyere harcolj értem, ha engem szeretnél. Ha én vagyok a legszebb álmod, ha valóra váltott minden, úgy lesz szép. Gyere szeress még, szeress még, gyere szeress még, 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 még. Igaz, hogy segítség! Segítség! Azt te hova viszel? Hova viszel? Ez is megvan. Jó lesz ez. Mi az, hogy kivel packáztál, ugye? Mi csinál? Én ezt nem tettem volna helyetben. Levegő, azért nem árt, vagy hát mondjuk neked lehet, semmi személyes, csak egyszerűen cigány vagy. Hú, de nehéz lesz. Hol vagy? Na, most mi van? Drága testvérem! Na, mondjad hát! Itt van ez a bankó. Ezt odadom neked. Bemegyünk a bankba, kiváltjuk, odadod a nőnek, ha angolul kell beszélni, te jobban beszélsz. Hát igen, mint... magyarul se tudunk, nem egy angolul beszélsz itt hülyeséget már. Nagyon vigyázz arra a bankóra, nehogy elhagy. Akkor megyünk. Hova fogunk? Kiváltsuk, lesz pénzünk. Kivesszük a pénzt. Mi van? Áka, hol a jegy? Hia, kenyér, elvesztettem, drága kenyér. Hia! Várj, jó! Huna a jegy? Elhagytam. Hát odaadtam neked, Morel. Várjál, Strékcerra. Nézd ide! Nézzél rám, mit csináltál már megint velem. Várj, jó! Hol a jegy? Neked adtam oda, drága testvérem! Odaadtam, rakd el! Ha beszélni kell, te jobban beszélsz, mint ő! Kiesett a zsebünkből, he? Kiesett a zsebemből, jaj, Mária! Megváltó Krisztus! Gyere, azonnal menjünk vissza! Nézzük meg, kérdezősködjünk, gyere, csináljunk! Menjünk most már, akkor gyere! És hogy miért a múltat temetem már rég, maradok a mában még. Az élettől mit kérhettem? Semmit. Amit megtettem, sosem reszkedtem, mindig ezt tettem. A bűneimet megkergettem, az igazságban meg elvesztem. Megszólalt egy hang, látom, hogy félsz, félsz. Bármerre mész, mész, vigyázz egy kéz. Istennek szava, ez az, mit kérsz. Pofonokat adtad, ezt kaptad. Kötél a nyakban, lelkemre rakva. Én leszek, baszki, ezt meghúzza. Éljen a hitem a kében, a mélyben, a fényben, az ében. Ja. Kérdezem, miért történt velem, és hogy miért? A múltat temetem már rég, maradok a mában még.
tudok lenni, sem úgy, sem víz, sem az ég. Tőled nem szakít el semmi. Nem tudod, hogy hol van ez a táncterem? De, itt van, nem messze. Megmutatod nekem? Persze. Te is szoktál ide bejárni táncolni? Aha, csak most megálltam, hogy kicsit van a veszélyen. De amúgy megyek én. Figyelj már, ez a gica ide járna, ismered ki az? Aha, ismered. Most őtöttem megnézni már, mert kíváncsi vagyok, hogy táncolni. Hát, nagyon jól táncos amúgy. Régóta jársz ide? Hát kb. Egy hete. És amúgy itt felveszik az embereket még, hogy van más hely, vagy normális a tanára mondjuk? Aha, normális. Felvesznek mindent. Akkor megnézzük. Hát, ha. Olyan büszke, hogy rám se néz már. Mozogjon a csípőd végre, mert teszed az agyad, az idő megszalad. Mert te szeretem, ahogy táncolsz, tudom, hogy csak megint játszol. Átvertél már kb. 100-szor, ezért te is ráfázol. Azt pletykálják, hogy már nem szeretsz többé. Ettől a hírtől a szívem tört ketté. Újra meg újra csak sakmatot adsz. Te nyerni fogok, mert a fődíte vagy. Mondd, hogy engem akarsz és hogy velem maradsz. Bólincs és mondd, hogy lá lá lá. Szívem neked adom, csak ne törd össze nagyon. Bólincs és mondd, hogy lá lá lá. Bólincs és mondd, hogy lá lá lá. Gyere mondd, hogy lá lá lá. Ne habozz, annyit kérlek, legyünk egy álompár. Rakd félre a büszkeséged, mert teszed az agyad, az idő megszalad. Te szeretem, ahogy táncolsz, tudom, hogy csak megint játszol. Csillog, mint egy ékszer, megfog a szemével. Egybe vagy, azt látom, kicsi lány. Mutasd meg az ágyon, legyen így, nem bánom. Tudom, jól ma éjjel kicsinálsz. Hát ti meg mit csináltatok? Már az első óra megcsináljátok, mi ez a póz? Elestünk! Persze, elestünk, nem is tetszett neked, mondtam, hogy a kollégákkal nem kezdünk ki. Te? Mit? Hát elestünk. 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 Tényleg elestünk? Takarodjanak ki velem, takarodjanak ki a teremből. Csillog, mint egy ékszer, megfog a szemével. Egybe vagy, azt látom, kicsi lány. Mutasd meg az ágyon, legyen így, nem bánom. Tudom, jól ma éjjel kicsinálsz. Én ebbe belehalok, bele, 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 benne vagyok, bele, 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 bele. Barátom, ez is te végetted van, elhagytad. De menjön békén, már legyen van belőle. Elhagytad hát, a sorságot is. Tudom, hogy elhagytam, nem tudtam. Akkor hol van? Mindegy, hogy hol van, gyere, venni kell egy gyűrűt azonnal. Akkor nézed, most már... Most mi mire veszel neki? Kezére vagy a lábára? Mi a lábára? Mi nem hát a lábgyűrű is, more. Lábgyűrű, nem lábgyűrűt kell venni, az ujjára. Hát megígértem neki, ehe mennyi. Jaj, ez jó lesz, mit bánom én? Azt elhiszi, hogy arany? Mit bánom én? Hát úgy néz ki, nem? És ha elviszi majd az állokba felértékeltet? Nem baj, nem viszi az állokba, majd csöveskedünk, az lesz majd pénz. Nem kell vagy zikát. Istenem, hova tetted a rejtmát? Az jegyet hova raktad? Mit elvesztettem? Na. Ennyit se lehet rá. Na, dehogy nem. Mit csinálunk a lakással? Tessék már ezt. Tessék már ezt. 600 forint. Ilyen sok. Na, az utolsó 1000 forint minden. Hát már nekem nincsen pénz, de már de nem baj. 1000 forint. Azt mit teszünk? Nem baj, hogy mit eszünk, nem eszünk semmit sem. Mennyibe kerül ez? 600. 600 euró. Édes Istenem! A jó Isten áldja meg. Nem baj, most már megvan. Uram, ezt húzzuk meg. Nem baj. Megcsúságolnak bennünket az asszonyok, ha rájön. Nem baj, az nem érdekel engem. Aranynak néz ki.
Menjünk! Istenem! De hát már mindent bejártunk, mindent szétéztünk, nem találom el. Jaj, ki vagyok idegileg. Nem baj, legalább örülni fog ennek az aranygyűrűnek. Vagy nem arany, a rákot arany, dehogy arany. Mi ez? És ha észreveszi? Mit bánom én, hogy észreveszi? De látod, de miért nem vigyáztál, hanem a nyomorult bankóra? De nem tudom, beraktam a farzsebembe és nem találom. Nem tudom, hol hagytuk el. Most mit csináljak? Leszaggassam magamat? Na. Hát már kicsinálsz idegileg. Eddig tartott az öröm, eddig tartott a vígság, de most megint ugyanoda visszamentünk, ahol nem érdekel intéltem. Engemet, látod? Most megint te az lesz, hogy megint én csináltam, megint én rontottam. Nem én rontottam el, hát én hagytam el, de most mit csináljak, hon találjam meg? Na, mi vagyok én, Rodolfo? Varázsoljam elő, hát honnan? Még van kedved viccelődni? Hát igen. Neked szerinted vicces kedvem van? De legalább van neked van igazad, testvérem, mert nem most úgy fogok szörni. Most szerinted én vagyok, vagy mi van? Ezt benézted? Most hogy mondod el az asszonynak? De azt mondjuk, hogy megvan minden itt az aranygyűrű kamhabisztű. Nem az arcunkon meg ott a szomorú. Nem érdekel, nem majd... Na. Hát okos asszony. Mi okos, okos asszony? Cigány asszony, nem minden, hülye. Te is okos vagy, mi is okosak vagyunk, mindenki okos. Csak nem járunk túl az eszén, majd nézd meg minden. Bízd ide, bízd, bennem bízzál. Jó, jó, majd nézd meg minden. És hogy játszok el, testvérem? Hogy jó kedvem. Fakkos meg kell oldani, majd így csinálunk el. Próbáld azt, mikor adodod neki a gyűrűt. Jaj, de szép a drága feleségem, milyen csinos vagy. Valahogy majd most nem vegye mondom, azt mondom, 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 hogy ne vegye észre rajtunk. De majd bízni, de majd bedobom a 64 fogas mosolyt. Tudod, hogy milyen okos? Azért őr is a falnál megy mindig. A Venaba. Hej! Megjöttünk! Na, vettem neked egy szép aranygyűrűt, oda nézzél, drágám! Éjjjaj, mit hoztam neked? De mit hoztam neked? Éjjjaj, anyám! Nagyon kemény, oda néz! Gyémánygyűrű, aranyba foglalva, minden! Szakofélo! Na, hadd húzzam gyorsan az ujjadra! Te veszbak, táj, muriromnyi! Nagyon kamautud! Nagyon-nagyon kamautud! Istenem, köszönöm! Tavezbaktáli, legyen neked nem szerencsés. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar ezt megkapom. Hát figyelj ide, nagyon sokat mentünk érte, de a legszebb gyűrűt akartam megvenni neked, azt akkor na, látod, ez sikerült-e. Na érted? A többi pénzt meg beraktuk a bankba. A többi pénzt meg beraktuk egyből a bankba, hogy nehogy izé legyen. Na, tudod, elköltsük, hogy akár, hát hogy ne. Muszáj volt, hogy de most nem kellett valamennyi, majd lesz valamennyi, majd kiveszünk, csak most beraktuk meg. Úgy kellett berakni, na. Ugyan napi kamatra raktuk be, na, jó kamatozik. Mert lehet sok volt a pénz, és nem adták ki csak számára, nem? Nem csak hanem úgy beraktuk. Volt, hogy be kellett rakni, na, beraktuk, az a lényeg, hogy benn van a bankban. És kamatozik. Nem, ez a lényeg, hogy megvan. Ja. Megvan. Nagyon örülök, hogy megvan. Köszönöm, jaj, boldogság lesz. Rakendoló lesz, mámba. Az biztos. De jó van, fára jó. Te vesz a cipárba tényleg. Muram oly lepke. Nagyon jó lényeg. Köszönöm szépen! Sziasztok! Most ez mi? Majd elmagyarázom. Na, majd mondom a szituációt. Csillog, mint egy ékszer, megfog a szemével. Egybe vagy, azt látom, kicsi láj. Mutasd meg az ágyon, legyen így, nem bánom. Tudom, jó ma éjjel kicsinálsz. Én ebbe belehalok, bele, 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 bele. Szent Mihály útján suhantam nesztelen, s találkoztam veled. Szép hölgy, népesítsük be a Kárpátalját. Csípőid gyermekek nemzésére termett. Kérlek, légy a gyermekeim anyja. Úristen. Kérlek, megveszem neked a legújabb Bugatti Veyron hintót. Kérlek. Azt, te jól vagy? Szeretlek, szeretlek. Az arcod, a mosolyod. Egyszerűen leírhatatlan. Kérlek. Ne menj már arrébb. Közeleg már annyira. Majd én felveszem neked. Hadd csak. Köszi, köszi. Tessék. Szólj, hogyha kell valami. Holnap ugyanitt, ugyanekkor. Ne haragudj, de én olvasok. Akkor ez egy igen?
Nem mondtam azt, hogy igen. Holnap itt leszel, ugye? Mondd ezt! Kérlek, hitesd el velem legalább. Ne haragudj, de nem veszed észre, hogy olvasok? Ezért vettelek észre, eme könyv miatt. Az jó, ennek örülök. Tudtam, hogy az IQ-d meghaladja a 200-at, ahogy megláttalak. A szemüveg vagy 50-et hozzátesz még, kérlek. Kicsit arrébb mennél, légy szíves. Holnap ugyanitt, ugyanekkor, itt leszel. Okés. Köszönöm. Csapkodja a szállat. Menj innen! Ja. Miért raboltál el? Miért? Szerinted a spanommal mit csináltál? Ha döglik a tennem, dögöljön a szomszédé is. De én nem tettem semmit belőle! Menj innen! Menj innen, ne piszkálj! Haladjon! Ne légy szíves, engedj el! De hagyja, ha megpróbálsz elmenekülni... Menj innen! Nem mondom még egyszer. Nem is láttalak. Tényleg? Cső, mi a helyzet? Nem innen. De most mit búziskodsz? Na, egyet kérdezek és őszintén válaszol. Na mondjad már. Te ütöttél a hátulról vagy nem? Mi van? Miről beszélsz? Mikor? Hol van a barátnőm? Milyen barátnőd? Most ugye nem arról a kis cigánylányról beszélsz. Hol van a barátnőm? Most mondtam, hogy nem tudom. Ne legyél már hülye. Jó. Örülj neki, hogy spanolok veled. Ezek ne után... vagy. Egyet mondok neked. Ha megtudom, hogy te voltál. Lenyúlok a torkodon és kitépem a beledet, megérted? Na, tégy valaki boldoggá és fogd be a szád. Na cső. Megyed már. Hülye gyerek. Sokan elszúrták, elhúrták az életet. Jobb, ha odafigyelsz és időben fékezzel. Mert ha elbaszol, de mocskolod a véredet, akkor már basszatod is, de show. Te amúgy... Bocsi, te ki vagy? Hát, Gicának hívnak. Az jó, én Vanessa vagyok igazából, én nem arról vagyok híres, hogy kötözködjek, de olyan csúnyán nézel itt mindenkire. Hát, én csak meg vagyok lepődve, mert még új mindenki. Ja, értem, jól van. Gyere vissza, te kutya. Ide. Mellettem fogsz ülni.
Ja, de hallod, ezt is van menne, meg ezt a szép női táskát is. Hallod, ez a tied? Ja. Akkor meg nem érzél rá. Figyelj már, te nem az indul a baktárházba, vagy a bentekúz? Honnan tudod a nevemet? He? Ő mellé. Hogy telt a nyaratok, srácok? Jó. Nagyon jó. Nyaraltam. Sokat. Na, és neked mi van a tanárnővel? Hát, hagyjuk szerintem, mert múltkor a parkban láttam, hogy csávónak fogta a kezét. És hát, kicsit ciki volt. Jézusom, de rossz lehetett. Hát, az még ciki volt, hogy kiestem a bokad. Gyuh! Akkor neked rosszul telt a nyarad? Vagy hát, ez mikor volt? Nem olyan régi hete. Úristen. De már nincs itt a tanárnő, nem? Nem tudom, de nem is igazán érdekel. Jó. Na és neked, Vica? Hát én voltam a Balatonon egy táborba, tök jó volt amúgy, csak majdnem megfülettem, nagyon megijedtem, de kimentett egy fiú, úgyhogy végül is jó lett. Hogy... Téged kimentett egy fiú? Igen, én dobtam bele a vízbe. Te az új csajokat a vízbe dobálod, te ilyen idióta. Nem szabad, mindegy. Jó napot! Jó napot, gyerekek! Jó vagytok, gyerekek? Az micsoda? Képzeljétek el, voltam csatkán. Tudjátok, mi az egy szent hely? Ott van egy ilyen szép nagy kápolna, és a cigányok, hát nem csak cigányok, hanem vegyesen magyarok is járnak oda. Van egy ilyen ünnep ottan. Na. Egy templom, egy ilyen szent hely, és oda járnak. Én is ott voltam, és gondoltam, hozok nektek egy ilyen Mária szobrot, hogy az legyen veletek és minnyájunkkal mindig, hogy segítsen veleteket a tanulásba, az egészségbe, az összetartásba, az ilyesmibe. És ehhez lehet imádkozni, hogy minden sikerüljön nektek is az életbe, gyerekek. Ez csodálatos dolog. Akkor most, hogyha imádkozok, hogy mondjuk a szempillám ne essen le két hét után, hanem mondjuk 4 hét, akkor 4 hétig fent lesz? Hát lehetséges, igen. Kérni kell a Szűz Máriát, hogy segítsen. Így van. Minden lehetséges. Na. A Jóisten és a Szűz Mária az velünk van, és megsegít minnyájunk. Mária? Hát sír a Szűz Mária. Mit beszélsz? Sír! Létezik? Tanár úr, én látom. Atya Úristen, drága Jézusom. 4 hétig maradjon fent a szempillám, esküszöm. És akkor nagyon jól fogok tanulni. Jézusom. A Fashion Week-en hozzak össze egy nagyon jó cuccához. Istenem, kell szépen adjon nekem egy jó húszat. Lássátok, hogy vannak. Drága szüzenyám, meghallgattad a kéréseimet. Adjál nekem egy jó barátnőt, ne legyek ilyen magányos én is. Uram, drága szüzanya Máriám. De ezt ki kell posztoljam. Hát ez nagyon nagy ez a tanoda. Ketten a világot megváltjuk, szent lesz, mit álmodtál. Lehet az út elején járunk, és nem látunk még tisztán. Ne engedj el, csak bízz bennem, Vivi, ne engedj el, csak higgy bennem. Drága Szűz Mária, meghallgattad a kérésemet. Köszönöm neked, Szűz Anya Máriám. Nem. Jó napot, igazgató úr, szervusz, tessék, gyerekek! Várja, én vagyok az új tanárnéni, engem küldtek a központból. Nem, de tessék bent előni. Jó napot kívánok! Halló! Hát én ezt nem hiszem el. Rendben van, drága tanárnő. Könnyen ide talált? Ilyen hamar? Könnyen. Hát bemutatom önnek a gyerekeket. Tessék nézni, itt van a tanodába. Köszönjetek ti kis gyerekeket! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy szép csinos tanárnőt kaptunk, látsátok? Na? Mit szóltak hozzá? Csodálatos, ez tényleg hatásos. Örülök önnek. Akkor szeretném az irodába átvenni, és akkor a papi munkákat megcsinálom. Rendben. Jó lesz? Jó? Ketten a világot megváltjuk, szent lesz, mit álmodtál. Lehet az út elején járunk, és nem látunk még.
bennem. Baby, ne engedj el, csak hidd fennel. Látod, szágyam nélkül szállom, lelőköz minden más. Jaj, Szunto Mária, Istenem, segíts rajtam, ezek után is legyenek csicskáim, és a szempillám maradjon fenn egy hétig, és én legyek a főnök, mint eddig én voltam, ezek után is én legyek. Köszönöm. Csillog, mint egy ékszer, megfog a szemével, egybe vagy, azt látom, kicsi lány. Mutasd meg az ágyon, legyen így, nem bánom. Tudom, jól ma éjjel kicsinálsz. Én ebbe belehalok, bele, 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 benne vagyok, bele, 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 én ebbe belehalok, bele, 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 benne vagyok, bele, 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 ahogy rázod oda vagy. Nem adom! Segítek neked megszerezni. Tök az a csomtó, há? Jaj, van megint a szívem. Azt nem tudom. Mi ez? Ez mi? Ez micsoda? Mi ez? Léboly? Az igen, az azt igen. Léboly. Hajnali délben felkeltem? Hajnali délben? Testvérem, én most jöttem haza a munkából, takarítok, te meg itt fekszel, az Playboyt olvasol. Ez nem is az enyém. Nem a tiéd! Nem a tiéd! Úristen! És ez micsoda? Ez... Azt nem mond, nem hogy a... ez nem a tiéd. Hát pedig nem az enyém. Playboy baba úr! Baba Playboy újság! Máról le... Azonnal keresnek kell egy munkát, nekem ez itt nem, ez nem tetszik. Ez dolyé, nem is az enyém, fejezd már, ez nem az enyém. Fogd meg magad testvérem, most menjél el dolgozni. Nem Playboy újságot kell nézni, meg bűbabázni. Fogd föl magad, menjél dolgozzál. Halljam, hadd halljam, keljél felfele. Igen, keljél felfele, azt menjél el dolgozni, hogy én el tudok. Te vagy az ember, én meg az asszony. Hát de testvérem, hogy menjél dolgozni. Saját testvéreddel, a nővéreddel eltartatod magadat? Nem megyek dolgozni. Á, keljél fel. Mondom, keljél fel. Keljél fel, nem érdekel a takaró. Azonnal fogd meg magad, és keljél fel, légy szíves, mert nem bírom egyedül ezt a lakást fenntartani. Befogadtalak ide, mióta visszajöttél Balatonról, ezt csinálod. Álmodozol, Playboy újság, műbaba. Ébredjél fel, ne nézzél, itt ne nézzél. Ez is kik ezek? Kik ezek? Még én dolgozok egész ez? Nap? Igen! Hát ez a gica. Ez hogy került? Most ki az a gica? Ki az a gica? Én nem is ismerek ilyet. Nem ismered, de van róla fényképed. Én nem tartok ott idegen emberekről fényképet. Ez is a Noé-jé. Jaj, minden a Noé-jé, minden a Noé-jé. Na, szia! Csáv! Azt mondja testvérem, hogy ezek itt mind a tiaid. Mo, Ali, André, baktál, ott alész? Gyere már! Gyere már, hát itt... Nagy, minek hozod ide ezeket a babákat?
Na tudod mit? Ragadjatok össze azzal a babával! Ragadjatok ketten is össze! Sziasztok! Menj innen! Menj innen! Helyesítsetek fel! Mi van te? Hát nagy cirkusz tett rám ezzel a babával. Hát ez a baba tiszta a gica, azért hoztam ide. Sun! Tiszta egyforma! Mika, vágd el! De na, tiszta ugyanaz! Nagyon sok. Igaz, hogy jól hasonlít? Hát pasodi ágyom már, gé. Bro, voltam Balatonon. Na? Ez a nő ott volt, Diknuban. És azóta meg vagyok halva érte. Hát nem csodálom. Hát igen, de kellene segítsél nekem egy picit. Annyit tudok erről a nőről, hogy valami tanodába jár Kispestre. Nem jössz velem? Nem menjek egyedül? Állj abba, mentsz a pucit. De most mennyire igaz? Igazából meghalsz érte, vagy csak tetszik? Hát, tetszik nekem. Jól néz ki. Kis finom, csinos nő. De most ebben azt érzed, hogy jó, minden stabil, minden szakad, 10/10. 10/13, 14. Hát akkor a vissz van szám. Hát hogy nem mennék, hát tudod, hogy számít a trombol. Persze. Ó, sávó, sukás, sukán érkező, sávó, sukán érkező, de talán a legom nem diáre. Tudtam, hogy itt leszel szerelme. De már megint itt vagy. Mit akarsz te? Tudtam, hogy itt leszel. Ma a Vénusz is úgy állt. Láttam, hogy itt leszel. Ezek a fáradumák. Jó, én mindent megpróbáltam. Az az igazság, hogy van egy kis problémám. Elhagytam a számomat. Meg tudnád adni a tied? Hát, a telefonszámom nem. Max jelölj be Facebookon. Nagyon örülök. Esetleg van kedved eljönni sütizni valamikor? Egyre fene, beülhetünk egy sütire. De ne ijedd bele magad. Mondjuk holnap? Hát, holnap délután. Szuper. Egyébként emlékeztetsz a harmadik barátnőmre. Idáig két barátnőm volt. Ja, ezt jó tudni. Na, szia! Hello! Ez az őrű. Segítettél minket, drága jó Istenem, köszönöm. Holnap már fogok menni a kislánynak, hitelezek valamit. Még lesz végre lakásunk, kocsink, újra a régi lesz minden, de jó. Ez az asszony azt hiszi, hogy lesz itt minden pénz, ruha, ékszer, óra, arany, nyaklánc, lakás, minden, jó élet. Közben meg, ha, ez a fáraó is, jaj, anyám. Ráika, mi lesz így velünk? Látod, mi van? Isti. Hát nézd meg ezt az embert, te. Jó van, már sokat segített nekünk, egyértelmű, hogy helyet adunk neki. Na, kitartás, Pisti, jó éjszakát! Sha vo cher hayenza hoy la la ta tuna para godo levenza tai ji asu la lumia sa tai vijata la yimasa hoy la la ta 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 ta.